a nyúl, meg a sün. Ezt a mesét még nagyapámtól hallottam. Az pedig, amiről szól, így történt hajdanában. Őszre járt az idő. Vasárnap reggel volt, virágzott a pohánka, a nap fent ragyogott a tiszta égen. A tarlón fürgén surrantó valangyos szellő. A magasba énekeltek a pacsirták, a méhek vígan döngicséltek a virágok körül. Az emberek a templomba ballaktak. Boldog volt minden teremtett lélek. Elégedett volt a sündisznó is. Kint állt a kapujában. Karját összefonta, kikukkantott a reggeli fuvalomba, és egy nótácskát bromogott maga elé. Dünnyögte, zümmögte, jól is, rosszul is. Hol hegyesen, hol megreszelősen. Egy szóval olyas formán, ahogy egy ilyen szép őszi vasárnap reggel egy sündisznón oltázgat. Hát, ahogy félhangosan dudorászik, egyszerre csak gondol egyet, és úgy megörül neki, hogy rá is füttyent. Mit támogassa ő itt tétlenül a kapu félfát, míg odabent az asszony a családot mordatja megöltözteti? Inkább jár egyet a ház körül, megnézi, hogy áll a répa. Mert a lakása körül bőven termett a répa, és tudni való, hogy a sündisznó igen, kedveli ezt az ételt. Így hát nem csoda, hogy a mi barátunk is erősen szívén viselte a termés sorsát. Úgy is tette, ahogy elgondolta. Becsukta szépen a kiskaput, és nekivágott a mezőnek. Nem jutott messzire, csak a mező szélén a bokorig, és ott éppen le akart térni a répatábla felé, mikor szembe találkozott a nyúllal. Az is hasonló járatban volt. A káposztaföldjét akarta megszemlélni. Mikor a sün észrevette a nyulat, szerencsés jó reggelt kívánt neki. Hanem a nyúl a maga módján szer fölött előkelő úr volt, amellett döjfös is, kényes is. Eszébe sem jutott, hogy fogadja a sün köszönését. Hanem csak úgy fog hegyről, kevés oda odavetette neki. Hát te mit lótsz, futsz ilyen korán reggel a réten? Sétálok, felelte tisztességgel a sünd. Sétázz! kacagott a nyúl. Ha nem csalódom, jobbra is használhatnád a lábadat, mint sétafikálásra. Ez a pökhendiség mérhetetlenül bosszantotta a sünt. Mindent békén el tudott viselni, csak azt az egyet nem, ha lábát emlegették. Hát nem éppen elég baj neki, hogy görbelábúnak született, még csúfolják is érte. Te talán azt hiszed, hogy többre mégy a lábaddal, mint én? Vágott vissza kelletlenül. Azt, hát! Felett hegykén a nyúl. Tudod mit? Tegyünk próbát, ajánlott a sőn. Fogadjunk, hogy elhagylak, ha versenyt futunk. Tiszta nevetség! Ezzel a karika lábaddal? Kevékedett a nyúl. De olyan nagy kedved van rá! Nem bánom. Legyen meg. Mi a tét? egy arany, meg egy üveg pálinka, mondta a gazda. A nyúl fölényesen kidülesztette a mellét, még a bajusza is remegett a nagy önteltségtől, mikor kezet nyújtott a sünnek. Itt a kezem nem láb, állom a fogadást. Rajta, kezdjük. No, annyira azért nem sürgős, felelt a sün. Én még ma nem ettem egy falatot sem, éhes vagyok. Előbb hazamegyek, és jól megreggelizem ki hallott olyat korgó gyomorral verseny futni. Hanem, ha neked is úgy tetszik, fél óra múlva itt találkozunk. Azzal elváltak, mert a nyúl nem emelt kifogást a dolog ellen. A sűn, ahogy szép kényelmesen hazafelé szammogott, így tűnődött magába. Ez a nyúl nagyon bízik abban a pipa szárlábában, de én bizony kifogok rajta. Akármilyen előkelő úr is a koma, mégiscsak ostoba fickó megtanítjuk tisztességre. Beballagott a házába, oda szólt a feleségének. Cihelőgy asszony, jössz velem a mezőre. Minek? kérdezte az asszony. Fogadtam a nyúl el egy aranyba, meg egy üveg pálinkába. Versenyt futunk. Sünni összecsapta a kezét megrökönyödésében. Uram, teremtő megháborodtál? Hát hogy futhatnál te versenyt a nyullal? Csiba, te! mordult rá az ura. Ez az én dolgom. Ne áldj meg magad a férfiak ügyébe. Egy-kettő, szedelőzködj, és menjünk. Mit teltett mást az asszony? Akár tetszett neki, akár nem, baktatott zsörtölődve az ura után. Ahogy így cammognak, süngazda hátra szól, azt mondja. Jó, figyelj rám, mit beszélek. Látod azt a hosszú szántást? Látom, hát. Azon lesz a verseny. A nyúl szalad majd az egyik barázdában, én meg a másikban. Onnét fentről kezdjük. Neked nincs egyéb dolgod, mint hogy beállsz ide a barázda végébe, és amikor a nyúl amonnét a túról ideér, szembe kiabálod vele, hogy én már itt vagyok. Az asszony bólintott, és már is a szántóhoz értek. A sőm megmutatta az asszonynak a helyét, ő maga meg szép nyugodtan felsétált a tábla túlsó végére. A nyúl már türelmetlenül várta. – Kezdhetjük? Mindegyik elfoglalta maga barázdáját. – Kezdhetjük. A nyúl hármat számolt. – Egy, kettő, három! És neki ramodott, akár a szél. A sön éppen csak úgy tessék, lássék vele szaladt egy-két lépést, aztán lekuporodott a barázdájában, és meg sem többet. A nyúl nagy vágtában közeledett a szántóföld túlsó végéhez. Hanem a szomszéd barázdában egyszerébe fölágaskodott sünni asszony, és harsányan oda kiabálja neki. Én már itt vagyok! A nyúl elképett, szinte gyökeret vert a lába. Egy pillanatra sem hitte, hogy nem sün gazdát látja maga előtt. Tudva levő ugyanis, hogy sünéknél az asszony szakasztott olyan, mint a férfi. Ez nem tiszta dolog, gondolta hosszú lábú koma, és nagyot rikkantott. Még egyszer, vissza! Azzal megint nekiíramodott, hátra csapta a fülét, nyargalt, mint a szél. Sünné meg ott maradt nyugton a helyén. Futott a nyúl, porzott a föld a nyomába, egy-kettőre fölért a szántás felső végére. Hát, uram, fia, nem ott várja már a sünt, még csak nem is szuszog a loholástól. A nyúl magán kívül volt mérgében. Még egyszer! kiáltotta. Vissza! Felőlem, ahányszor csak akarod, tünyögte a sün kényelmesen. A nyúl még 73 szor nyargalt ide-oda, de a sün állta a versenyt. Mert valahányszor a nyúl a cél közelébe ért, akár fönt, akár lent, vagy a sűn, vagy a feleség odaszólt neki, hogy én már itt vagyok. 74 szer nyúlkoma már nem bírta végig. A szántóföld föld közepén összerogyott. A sön pedig fogta a nyerességet, az aranyat meg az üveg pálinkát, kiszólította a feleségét a barázdából, békességgel hazakocogtak. Ittak egy-egy kupicával a jóféle kisüstiből, s attól fogva mind a mai napig egyetlen nyúlfi sem mert többé élcelődni a sünnemzettség kurta karikalábán.